Már messziről érezhető volt a frissen sütött gesztenye illata a szabadkai bajai úti temetőnél, de az ilyenkor mindinkább kelendő, különböző ízesítésű édességek is megvásárolhatók voltak. Aki virág nélkül érkezett, a bejáratnál a sokszínű krizantémok, margaréták és ikebanák közül válogathatott, de a különböző méretű mécsesek is kelendőek voltak. Csipak Sándornál hétfőn délelőtt nagy volt a forgalom. A cserepes virágai gyorsan elkeltek, és a legtöbb ikebanát is sikerült eladnia, de az ilyenkor közkedvelt krizantémok is szép számban fogytak. Most elég jó volt azért, mert elég jól elvitték, úgyhogy most már jönnek a templomba, akkor szoktak legtöbbet vinni. Úgyhogy elég jó elmény majd most már. Az ikebanák is fele már elment, úgyhogy még fele megmaradt. De még majd hoznak, hogyha kell. Hömpölygő tömeg, a parkolók és az utcák zsúfolásig tömve. Ez jellemzi minden szentek is halottak napján a temetők környékét. Ilyenkor minden ember az elhunyt szeretteiről emlékezik, kilátogatnak a temetőbe, ahova virágokat visznek és mécseseket gyújtanak. Fábián Csilla csendben ült szülei sírjánál. Minden szentek is halottak napján megemlékezni megy a temetőbe. Üreimből érkeztem ki a temetőbe. Tehát majd 98-ban, másik 2006-ban apukám. Amikor ideje engedi, Osztrogonác Erzsébet kimegy a temetőbe és virágot visz. Mint mondja, ő így tartja a kapcsolatot elhunyt szeretteivel. Kijövünk a temetőbe, hozunk virágot. Az én szüleim a rókusban van, és akkor utána megyünk a rókusi temetőbe, és megemlékezünk, mécset gyújtunk, virágot hozunk, és odahaza meg gyújtunk gyertyát. Takács Hegyközi Ilonka már több családtagját is elveszítette. November 1-én mindig krizantémot visz ki szerettei sírjára, mert elhunyt édesanyja eddig kedvenc virága volt, és kertjükben is rengeteg termett. Könnyeivel küszködve mesélte, hogyan emlékezik meg róluk. Sírva. Anyukám, apukám, az öcsém. Úgyhogy már reggel könnyeztem. Sírva. Hogyan éli ön meg azt az időszakot, amióta elvesztette őket? Sokat eszembe jutnak, és nagyon sokat álmodok velük is. Meg hát kijövök sírni a temetőbe is. A szabadkai Pogrebno temetkezési kommunális közvállalat hatáskörébe tartozó mind a 14 temető Szabadkán és a külvárosi településeken is hosszabbított nyitvatartással látogatható hétfőn és kedden is, 7-től 21 óráig.